Tisztelt államtitkár úr, főkapitány úr, tábornok urak, hölgyeim és uraim, tisztelt polgárőrtársaim! Történelmi jelentőségű közgyűlésnek veszünk a részesei. A mai közgyűlésen az Országos Polgárőr Szövetség átalakult köztes követő. Ez az átalakulás véleményem szerint legalább olyan jelentőségű, mint az Országos Polgárőr Szövetség 1991-es megalakulása. De erről részletesen majd a közgyűlés második részében tárgyalunk és döntünk. Addig, amíg ugye átalakulunk köztestületté, meg kell számolnunk a 2011-es évről, és ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy milyen is volt a 2011-es év. A jelenlévők egészen biztos tudják, mert miért ne tudnák, hogy a 2011-es év jubileumi év volt, 20 éves volt 2011-ben a polgárőrség, nagyszabású ünnepségen emlékeztünk meg a 20 év eredményeiről, küzdelmeiről, gondjairól, és az ünnepségünkön soha nem látott magas szintű állami protokoll is megjelent, ezzel is kifejezték a polgárőrség iránti politikai, állami és rendészeti elkötelezettségüket. 2011-ben is nagyon jó volt polgárőrnek lenni, nagyon jó volt olyan polgárőrnek lenni, akik az Országos Polgárőr Szövetséghez tartoztak. Azért volt jó, mert a polgárőrség megkapott minden erkölcsi, politikai, állami és rendészeti támogatást, amely az egyesületek működéséhez, a polgárőreink szolgálat ellátásához szükséges volt. Az Országos Polgárőr Szövetség politikamentesen, de szinte napi kapcsolatot tartott a belügyminisztériummal, a környezetvédelmi államtitkársággal és más kormányzati szervekkel, és már most elsőként szeretném kiemelni, hogy belügyminiszter úr Pintér Sándor kiemelt figyelmet fordította a polgárőrség működésére és támogatására. Azt gondolom, hogy minden teljesíthető kérésünket támogatott és engedélyezett. Kiemelem azt is, hogy az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságával is kitűnő kapcsolat alakult ki. Ugyan nem jött el ma, de Kocsis Máté, a bizottság elnöke közvetlenül személyesen is segítette a polgárőrségnek a tevékenységét. Mindezekből látható, hogy 2011-ben igen jó kormányzati háttér volt a polgárőrség hatékony munkájával. A rendőrséggel, az ORFK-val a kapcsolatunk tovább erősödött, a rendőrség, a polgárőrség, a polgárőrtörvény módosításából eredő feladatait, a felügyeletet igen rugalmasan kezelte, és a közbiztonság védelmét tartotta érthető módon szem előtt. Szimpatikusan döntöttek azokról a feladatokról a rendőri vezetők, amelyek közvetlenül az elmúlt év nyarán érintették a polgári egyesületeket és a polgárőrséget. A rendőrség a szó igazi értelmében partnerként, stratégiai szövetségesként kezelte az egész országban a polgárőrséget. Úgy, hogy eközben az indokolt rendészeti felügyeleti ellenőrzés is érvényesült. 2011-ben az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósággal is új alapokra helyeztük az együttműködésünket, megújítottuk az OPS és a KF közötti írásos együttműködési megállapodásunkat. Tisztelt Közgyűlés! A polgárőrség az ország közbiztonságának védelme érdekében példaértékű szakmai munkát végzett. A szituációs szinte permanens polgári közterületi szolgálat, a célirányosan meghirdetett programok, a helyi kampányok, akciók, a szomszéd figyelőrendszer megszervezése döntő módon hozzájárult a lakosság szubjektív biztonságérzetének a javításához. A múlt év végére, tehát 2011 év végére érezhetően javult az ország közbiztonsága, természetesen mindjárt hozzá is teszem, ez elsősorban az állami, rendészeti, rendőrségi intézkedéseknek köszönhető, de senki sem vitathatja el, hogy a polgárőrség mindenütt legalább egy-egy téglával hozzájárult az ország közbiztonságának a javításához. És ezért köszönöm minden egyes polgárőrnek.
Az Országos Polgári Szövetség 2012 programot hirdetett meg, ugye az egyik a kis települések biztonságának a programja. Emlékeztetőül mondom, hogy néhány évvel ezelőtt a kis települések közbiztonsága kritikussá vált, az erdei, medei kertülopások, a deviancia, a trágárság, a garázdaságok, a besurranásos lopások olyan mértékben elszaporodtak, hogy sok-sok kis településen nem volt biztonságos az élet. Belügyminiszter úr kérésére az OPS programot készített, a programban folyamatos polgári szolgálatot írtunk elő és kértünk, célkitűzésként megfogalmaztuk 2010-ben, 2011-ben, hogy egyetlen olyan település ne legyen az országban, ahol nincs rendőri vagy polgári szolgálat. Ez a célkitűzés véleményünk szerint, az információink szerint teljesült. Polgárőreink tízezrei vettek részt a programban. Ezért köszönet jár minden egyes polgárőrnek és minden egyes polgárőr egyesületnek. A másik szakmai programunk az idős emberek, inkább a szépkorúak védelméknek a programja. Persze van sokkal szebb elnevezés is ennek a programnak, tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek. Az OPS szintén a belügyminiszter javaslatára 2011 nyarán hirdette meg ezt a rendkívül humánus, nagybetűs, egy kicsit karitatív jellegű programot. Az idős emberek kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, a bűnözők számos esetben kihasználják ezt, a kriminológiailag nagyon nehezen kezelhető helyzetet. A program áthúzódó 2012 kiemelt feladatai között szerepel, sok-sok tennivaló lesz ezen a területen, és biztos vagyok benne, hogy 2012 végén sikerekről, eredményekről számolhatunk majd be. Tisztelt Közgyűlés! Polgárőrség szakmai bűnmegelőzési eredményei imponálóak. Egyre gyakrabban lehet hallani, olvasni a sajtóban, hogy a polgárőrök elfogták, a polgárőrök tetten érték, a polgárőrök tüzet oltottak, a polgárőrök életet mentettek, a polgárőrök megtalálták. Sorolhatnám tovább ezeket a médiahíreket, mert kifogyhatatlanok. De mindezeket statisztikai adatokkal is szeretném alátámasztani. Polgárőrök 2011-ben 8,1 millió szolgálati órát teljesítettek közterületen. Természetesen ebben nincs benne a több százezer speciális óra, amely az elméleti bűnmegelőzéshez kapcsolódik, például az egy iskola, egy polgárőr, a szomszédok egymásért mozgalom, a lakossági fórumok, a nyugdíjas klubokban tartott előadások, osztályfőnöki órák, közösségi rendezvények, amelyek mind-mind a közbiztonság védelmét, a lakosság biztonságérzetét javították. A közterületi szolgálat, az elméleti speciális bűnmegelőzési szolgálat együtt körülbelül 10 millió szolgálati órát tesz ki. Mindig szívesen eljátszom a számokkal, 10 millió szolgálati óra, 1000 forintos óradíjjal 10 milliárd forint. De mivel speciális biztonsági szolgálatról van szó, az óradíj lehet 1500-2000 forint is. Nem akarok semmit sem bizonyítani, csak azt, hogy a polgárőrség támogatása a lehető legjobb állami és önkormányzati befektetés. Elfogadhatóan alakult a rendőr-polgárőr közös szolgálat is. Adataink szerint ez 2011-ben 1,5 millió szolgálati óra volt. Polgárőreink a szolgálatban hihetetlen aktivitást tanúsítottak, több mint 200 000 jogsértésnél intézkedtek, vagy jelzést adtak, 2000 elfogás, több mint 5000 tettenérés, 190 000 jelzésadás, bűnmegelőzés, információadás, illetve egyéb intézkedések jellemezték a munkánkat. A statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy nagyon sok eltűnt személy van az országban, polgárőreink, a rendőrség és önkormányzati kérésekre több mint 2000 esetben vettek részt eltűnt személyek felkutatásában. Ugye lassan elfelejtjük azt, hogy még védeni kell az országhatárt, pedig igen, ugye Bács-Kiskun megyében és Csongrád megyében 18 határmenti egyesület 500 fővel segíti a határrendészetet, és
segít az illegális migráció megelőzésében. Szeretnék 5 megyei polgári szövetséget kiemelni, önkényesen és a statisztikai adatok alapján. Szabolcs, Pest, Borsod, Fejér és Győr-Sopron megyéket. Ezekben a megyékben volt a legaktívabb és leginkább folyamatos a polgárőrszolgálat. Az 5 említett megye az összes polgárőrszolgálat több mint 40%-át teljesítette. Ehhez én gratulálok és OPS nevében köszönöm. Tisztelt közgyűlés! A polgárőrség szakmai munkája mellett nagy figyelmet fordított arra, hogy a településeken, a megyékben az úgynevezett integráló szerepe erősödjön. A polgárőr egyesületek a rendészeti közélet meghatározó szereplői lettek. A polgárőrség országszerte ezreket, tízezreket meg tud mozgatni. A megyei és országos polgárőrnapokon legalább 200 000 fő jelent meg, nem beszélve arról a rendészeti, helyi, országos, politikai és állami vezetőkről, akik szinte 100%-osan megjelentek ezeken a rendezvényeken. Ezek a rendezvények a bűnmegelőzés legnagyobb demonstratív fórumaivá váltak. A polgárőrség a tömegkapcsolatok, a lakossági kapcsolatok mellett igen nagy hangsúlyt fordított a stratégiai együttműködő partnerekre is. Mint ahogy már erről szóltam, de még egyszer szeretném megismételni, hogy kitűnő kapcsolat alakult ki a belügyminisztériumban. A kapcsolat csúcspontja az új polgárőr törvény kodifikációja volt. A rendőrségi kapcsolatok rendezettek, nem vitás, hogy ez elsősorban Hatala tábor úrnak, Hatala főkapitányunknak köszönhető. A Magyar Postával fenntartottuk a korábban magas szintű szakmai kapcsolatot, a környezetvédelmi államtitkársággal együttműködésünk szintén folyamatos. Mindezekből látható, hogy a polgárőrség integráló kapcsolatteremtő képessége és szerepe magas szintű és példaértékű. A polgárőrség ezzel a kisugárzó magatartásával hozzájárult a települések, végső soron az ország nyugalmához, az emberi kapcsolatok alakulásához. Tisztelt közgyűlés! Az Országos Polgárőr Szövetség, az OPS, azt mondom, hogy felelősen, szakmai hozzáértéssel, nagyon nagy empátiával szervezte, segítette, irányította, felügyelte a polgárőr szövetségeket és az egyesületeket. Az OPS-nek a tisztségviselői, az OPS fórumai, testületei és munkaszervezete nem hiba nélkül, de jól, hatékonyan, mi több eredményesen dolgoztak. Az OPS minőségi munkája méltó volt a polgárőrök áldozatos tevékenységéhez. Tehát megvolt az összhang az OPS és a megyei szövetségek, illetve az egyesületek között. Az elnökség minden hónapban ülésezett. Az elnökség az összes szükséges döntést, határozatot időben meghozta. A tisztségviselők, elnök helyettesek, alelnökök saját sávjukban elfogadhatóan teljesítettek. Azt is természetesnek tartom, hogy a tisztségviselők között vannak kiugró, kimagasló teljesítmények. Milyen jó nekünk, mivel van egy Zámbó Péterünk, aki emberfeletti munkát végez. Azt is mondhatom, hogy aki nélkülözhetetlen a tisztségviselők között. Ugyancsak dicséretet érdemel Kolozsi József úr, a gazdasági pénzügyi alelnök, aki fáradtságot nem ismerve végzi munkáját. Azt gondolom, nem kell elhallgatni azt sem, hogy az elnökség és a tisztségviselők között kisebb, nagyobb konfliktusok is kialakultak. Voltak éles és meleg pillanatok az elnökség üléseken, keletkeztek repedések a hegységen, de a bölcsek mindig rendezték a sorokat. Az OPS vezérkara teljes egységben érkezett el a mai közgyűlésre, és ezt egy nagyon fontos megfogalmazásnak tartom. Minden vezető tudja, hogy a köztestületté való átalakulás milyen felelősséggel és mennyi munkával jár. Az emberi szubjektív konfliktusokat legyőzte a polgárőrség szeretete és a közbiztonságért érzett felelősség.
Igen, tisztelt közgyűlés, néhány mondatot szeretnék szólni a szervezeti életünkről és a szervezeti helyzetünkről. A polgárőrségek a létszáma adatok szerint 83.784 fő. A 20 éves történelmünkben ez az első év, amikor a polgárőrség létszáma csökken. Mielőtt bárki is rosszra gondolna, hozzáteszem, a csökkenésnek elsősorban a természetes biológiai okai vannak, több száz polgárőrünk életkoránál fogva nem képes azokat a fizikai és minőségi követelményeket teljesíteni, amelyet a jogszabályok és az országos polgárőrség vagy az egyesületek megfogalmaztak velük szemben. 2011-ben 2798 új polgárőr, új tag kezdte meg a szolgálatát. Megyék közötti létszám arányokat vizsgálva megállapítható, hogy legtöbb polgárőr 7200 fő Borsodban, 6800 fő Pest megyében, 6200 fő Szabolcs megyében található, de figyelemre méltó polgárőrsűrésű Fejér és Zalat megyékben is. A polgárőrség gyakorlatilag lefedi az országot, a települések 70%-án működik polgárőr egyesület. Jelenleg 2116 polgárőr egyesület működik országszerte. A közbiztonság iránti igényeket jelenti az is, hogy a múlt évben 76 új polgárőr egyesület alakult. Ugyanakkor valamennyiünk számára komoly figyelmeztetés legyen az a tény, hogy 124 polgárőr egyesület megszűnt. Sajnos a legtöbb egyesület azokban a megyékben szűnt meg, ahol a legnagyobb szükség lenne a polgárőrökre. Borsodban 38, Pest megyében 28 egyesület szüntette be a működését. Úgy tűnik, hogy a polgárőrség létszáma 80.000 fő körül fog stabilizálódni. Ez is óriási létszám, azt gondolom, hogy a polgárőr tagfelvételeknél a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi felvételeket kell majd szem előtt tartani. Tisztelt közgyűlés, néhány mondatot az OPS gazdálkodásáról. A pénz az mindig és mindenütt kevés. Pénzből nagyon sok kellene. Az OPS 2011-ben közel 800 millióból gazdálkodott. A megyei szövetségek soha nem kaptak ilyen és annyi támogatást, mint 2011-ben. Az egyesületekkel együtt 500 millió közvetlen támogatásban részesültek. Az OPS költségvetése a polgárőr szolgálatot állítja a középpontban. A kiadásaink döntő többsége a megyei szövetségek működését támogatta, a polgárőr egyesületeket, illetve a szövetségeket. Ugyanakkor közvetlenül megkapták a támogatás 70%-át, közvetetten pedig 28-27%-át. Csak azt szeretném itt kiemelni, hogy az Országos Polgárőr Szövetség az összes kiadásunknak mindössze 2%-ából működött. Az OPS gazdálkodása, a pénzügyi fegyelme elfogadható színvonalon történt. A gazdasági alelnök, a gazdasági igazgató és munkatársai emberfeletti munkát végeztek. Egy-egy elszámolási időszakban sajnos a munkatársaink megizzadtak, mert néhány megyei szövetség pontatlanul, nagyvonalúan, sokszor hibásan és késve teljesítették az elszámolási kötelezettségüket, amely természetesen elfogadhatatlan, információim szerint erről majd Kolozsi József alelnök úr részletesen is fog szólni. Tisztelt közgyűlés! Ugye egy beszámolónak sok mindennel kellene foglalkozni. Azt gondolom, hogy a 2011-es évről regényt lehetett volna itt előadni, amiben most nem fog sor kerülni. Ezért az elnökség úgy döntött, hogy készül egy írásos beszámoló, amelyet a küldöttek és a jelenlévők részére előzetesen már megküldtünk. Én csak néhány olyan fontos dologra próbáltam ráirányítani a figyelmet, amely jellemezte 2011-ben az Országos Polgárőr Szövetséget, illetve a szövetséghez tartozó egyesületek és szövetségek munkáját. Most mégis a szóbeli kiegészítőm végéhez érve
Szeretném még egyszer nyomatékosan megismételni, hogy mit is célszerű megjegyezni a 2011-es évről. Tehát ugye először is egy jubileumi év volt, 20 éves volt az elmúlt évben a polgárőrség. A polgárőr munkához igen jó kormányzati, társadalompolitikai és rendészeti háttér alakult ki. A stratégiai szövetségeseinkkel remek együttműködés és kapcsolat volt egész éven át. Igen, aktív volt a polgárőrszolgálat, és ez az aktív polgárőrszolgálat jelentősen hozzájárult az ország, illetve a települések közbiztonságához. Polgárőrök 8,1 millió szolgálati órát teljesítettek közterületen, ebből 1,5 millió szolgálat, rendőr-polgárőr közös szolgálatnak minősül. Polgárőrök kb. 200 ezer jogsértésben intézkedtek, elfogások, tettenézések, jelentések, információ, stb. Polgárőrség létszáma 83.784 fő, 2116 polgárőr egyesület működik az országban. Az OPS közel 800 milliós költségvetéséből a szövetségek és az egyesületek közvetlenül 500 milliót, közvetetten további 250-260 millió forint támogatást kaptak. Tehát öndicséret nélkül mondhatom, hogy a polgárőr tevékenység 2011-ben méltó volt a hagyományokhoz, és méltó volt a 20 éves polgárőrséghez. Tisztelt közgyűlés, 2012. A 2012-es feladatokat a munkatervünkben már meghatároztuk, rögzítettük. Nem nagyon akarok szavakat használni, de a 2012-es év a polgárőrség történetében mérföldkő. És utódaink sokat fogják emlegetni a 2012-es évet. Hatályba lépett február 1-én az új polgárőrtörvény, az OPS mától kezdve köztestület lesz, a polgárőr tevékenység egy kicsit állami rangra emelkedik. 2012-ben a polgárőrség átalakul. Az átalakulás elsősorban jogi, jogtechnikai és szervezeti jellegű. Természetesen tartalmi átalakulás is történik majd, amelyet az alapszabály módosításával, nyilatkozatokkal, szervezési intézkedésekkel kell megoldani. Az év első hónapjaiban a beszámoló közgyűléseken, illetve azt megelőzően ezeket a feladatokat el kell végezni, az OPS-nek a startpisztolya a mai nappal eldőlt. A megyei szövetségek, illetve az egyesületek következnek. Szeretném hangsúlyozni, hogy az új törvénynek való megfelelés, a szükséges adminisztrációs munka elvégzése elsősorban a polgárőr vezetőket tartozik. Viszont a klasszikus polgárőr szolgálat, a polgárőr tevékenység nem csökkenhet, sőt, az a kívánatos, hogy a polgárőr egyesületek aktivitása tovább javuljon, magabiztosabb, szakszerű, professzionálisabb polgárőr szolgálat legyen az ország minden egyes települése. Van egy nagyon jó polgárőr törvényünk, az OPS-hez tartozó polgárőr egyesületek, megyei szövetségek törvénye. Tehát a miénk ez a törvény. Éljünk vele, alkalmazzuk és tartsuk be az előírásait. Tudom, hogy a törvénynek van egy olyan szakasza, ez a 17 szakasz 3 bekezdés, amely egy kicsit jó néhány polgárőrnél vagy fogalmazza, póriasan kiverte a biztosítékot, a gépjárművek menetlevelének a vezetéséről van szó, amely kétségtelen, igen súlyos adminisztrációval terheli az egyesületeket. Azt gondolom, hogy ezt az Országos Polgárőr Szövetségnek megfelelő rugalmassággal kell majd kezelni és értelmezni. Tehát, hogy ne az adminisztrációra, hanem a közterületi szolgálatra fordítsák a fő figyelmüket a polgárőreink. 2012-es évben a klasszikus polgárőr szolgálat mellett a múlt évben meghirdetett szakmai programban való részvétele a legfontosabb feladat, egyik ugye a kis települések biztonságának a programja, a másik pedig az idős emberek védelmével kapcsolatos program.
Bízom, nagyon bízom benne, hogy több mint 83 ezer polgárőr sikeres lesz 2012-ben is. Úgy tűnik, hogy a sikeres évhez megvannak a jogi feltételek, és a szerény mértékben is, de megvan a költségvetési támogatás is, amely a munkánkhoz szükséges. Ezen gondolatokkal fejezem be szóbeli kiegészítőmet. Az OPS nevében szívből köszönöm valamennyi polgárőr egyesületnek, polgárőr szövetségnek, valamennyi polgárőrnek a 2012-ben végzett munkáját, és egészen biztos vagyok benne, hogy ez a polgárőrség, amelynek mi a tagjai vagyunk, sikeres lesz 2012-ben is. Köszönöm szépen a figyelmet!